Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Jó reggelt, jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Nem egyedül vagyok ezúttal sem a stúdióban, sőt, valójában hárman vagyunk, mert csendes társként itt ül velünk Rakétafüst kolléga is, aki azonban nem a mai adásunk vendége, annál inkább a mai adásunk vendége Szentpéteri László, aki hát annyira visszatérő vendégünk, hogy most már így az elmúlt néhány hónapban már harmadszor jársz nálunk, aminek nagyon örülök. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, jól hallani? Tökéletesen hallatszol. Akkor üdvözlöm a hallgatókat is. Na most ugye a mai témánk azonban az előző kettőtől eltérően nem az űrorvostani konzilium folytatása, ami abból is kitalálhatok a hallgatók, hogy a fő űrorvosunk, űrorvos jelöltünk, Boros Katalin nincs itt, viszont aminek talán túlzás nélkül állíthatom, én állíthatok ilyeneket, te nyilván nem mondasz ilyet magadról, de én szerintem túlzás nélkül állíthatom, hogy a kelet-ázsiai űrprogramok legnagyobb magyarországi szakértője nevű feliratú képzeletbeli sapkádat vetted ma föl, és ugye ennek rengeteg apropója van. Egyrészt ugye az, hogy hát tényleg a kelet-ázsiai űrprogramok jönnek föl, mint a talajvíz, gondolni lehet itt a nagyokra, Kínára, Indiára, de természetesen a tradicionális Japánra is, aki már ugye nagyon régóta ott van. Hát geográfiailag ugye elvileg a Közel-Kelet, meg Törökország is Ázsia része, tehát az ugye Nyugat-Ázsia, és akkor az arabokról se feledkezzünk meg, már mint az Emirátusról majd. Tehát akkor igazából nem is csak Kelet-Ázsiáról fogunk beszélni, hanem Ázsiáról. Földre az értelembe vett Ázsiáról, igen. Amiben gyakorlatilag az oroszok is beleférnek. Akár a Vásztocsnival, meg hát ugye Kazaksztán, meg ad abszurdum pláne. Na, hát akkor igazából már csak az a feladatunk, hogy ebben a hátralévő mintegy 53 percben próbáljuk meg minél gazdaságosabban és információdúsabban kitölteni. Na most ugye kezdjük szerintem a kínai űrprogrammal, annak is a kínai emberes űrprogramjával. Többedik nekifutásra, talán már a 70-es, 80-as években is voltak a kínaiaknak olyan terveik, hogy embert küldjenek az űrbe. Ott aztán egy kicsit lehalt a projekt, de aztán éppen 31 éve, vagyis hát 31 éve döntötték el, így és van, 30 éve futottak neki úgy igazán, hogy na most aztán tényleg megcsináljuk, és ezzel ez volt a 921-es projekt, ami aztán a mai kínai emberes űrprogrammán nőtte ki magát. Erről a történeti háttérről, ha ejtenél néhány szót bevezetőként. Hát azért akkor ne kiméljük meg azokat, akik most hallgatnak minket először. Helyes. Mert azért volt egy ilyen ráutaló mondatot, hogy volt a 921 előtt egy 714-es projekt is. Amúgy ez ilyen kínai kommunista párti standardizé, vagy három jegyű számokkal? Mert ilyen a szovjeteknél is voltak ilyen projekt, olyan projekt. Tehát ezek ilyen fedő nevek. Azt hiszem a kínaiaknál úgy volt, de szerintem a szovjeteknél is volt köze, hogy az ilyen államtanácsi vagy párthatározatoknak tulajdonképpen a sorszámára utaltak ezek a projektek, tehát nem tudom, én gondolom a 821-es volt az atomtenger alatt járó projekt, és így tovább. Szóval a 714-es az 1970-ben indult, az lett volna az első nekifutás arra, hogy alacsony földkörű pályán repüljön kínai űrhajós. Ez 71 március 15-ére, 71 március idusára odáig fajult, hogy a legnagyobb titokban 20 űrhajós jelöltet is kiválasztottak, és elkezdtek építeni egy olyan űrhajót, amelyik hát így erősen hajazott a Gemini űrhajóra. Ugye a Mao, akkor még ugye a Mao Tse-tung volt az elnök, ő mindenképpen szerette volna, hogyha van a szovjet és az amerikai mellett kínai űrhajós. Ezért egy ilyen a Gemini Titán rakétára hajazó hosszú menetelés változatot fejlesztettek, illetve a
Gemini űrhajóra hajozó két személyes űrhajót. Most akkor én is, hogyha valaki tényleg most hallgatja először, akkor ezt a hosszú menetet is ezt tegyük tisztába, ugye, hogy ezt, hogy egyrészt, hogy ugye egy mire utal, az ugye a Mao-féle hosszú menetelésre utal, de ez a kínai rakéta családnak. Tehát az állam, most már mondjuk, most már mondhatjuk, hogy az állami rakéta családnak a neve, hiszen most már vannak magánvállalati hordozó rakéták, de valóban a hosszú menetelés az, vagy Chang'e, kínaiul, ha jól ejtem, és Long March, ugye, hogy angolul mondjuk, ez a kínai hordozórakétáknak a neve, és hát volt egy olyan változata ennek, ez a CZ-2D, vagy Long March 2D, vagy hosszú menetelés 2D, ami 3,1 tonnát tudott alacsony földkörű pályára emelni. Az az elképzelés, hogy erre tesznek egy ilyen Gemini-re emlékeztető kétszemélyes kabint. Itt nem volt szó arról, hogy űrállomás meg hasonlók, keringünk a föld körül, de hát tudjuk a propagandát szórni. Na most az egyik probléma az volt, hogy ez a rakéta ez nem volt elegendően erős, tehát ebbe a 3,1 tonnába nem nagyon tudtak volna beszuszakolni űrhajót. Ugye a Geminiknek a tömeg az olyan 3,3-3,8 tonna volt. A másik probléma az volt, hogy sok minden nem volt kidolgozva. Nyilván ezeken a lépéseken, hogy visszatérési technika, hővédelem, stb. Át kellett rágódni. A legnagyobb probléma a rakétával az volt, hogy egyszerűen borzalmas paraméterek uralkodtak rajta személyzetes űrrepüléshez. Tehát, hogy egy műholdat elindítani egy olyan rakétával, ami 150 dB-vel meghaladó hangnyomással rendelkezik a felszínen, vagy a gyorsulás az mínusz 6 és plusz 11 G között változik, az rendben van, de azért személyzettel ez nem annyira kellemes. Igazából a legnagyobb probléma az volt, hogy ezeket a szerencsétlen űrhajós jelölteket elkezdték felkészíteni, elkezdték kiképezni, valamilyen szinten ott néhány ember építette titokban a rakétát meg az űrhajót, és aztán jött a kulturális forradalom, és ez az egész történet úgy bedőlt, szőnyeg alá került, leállt, tehát az egész projekt onnantól mondjuk, hogy kiválasztották az űrhajós jelölteket, nem nagyon élt meg egy évnél hosszabb időt. Na de figyelj, egy dolgot szerintem azért tegyünk tisztában, mert ugye a 70-es évek az már bőven a kínai-szovjet összeveszés után van. Tehát ez azt jelenti, ugye az még Hruscsov idejében megtörtént, tehát akkor ugye ebből az következik, hogy ezt ők már teljesen önerőből. Így van. Tehát ez a maga a hordozó rakéta is, az űrhajónak a bizonyos elemei meg pláne saját erőből épültek, és az űrhajós kiválogatást is saját maguk csinálták, és így tovább. Most ez azért fontos egyébként, és ez egy nagyon jó, hogy így belekérdeztél, vagy alákérdeztél, mert igazából ennek a projektnek a kapcsán kialakult egy olyan szakember gárda, nyilván az a 70-es években ilyen fiatal és középkorú volt, akikkel aztán a 90-es évek végén, 2000-es években még meg lehetett pont csinálni ezt a tényleges Shenzhou űrhajó programot, illetve majd a későbbi űrállomás programot. Tehát ilyen értelemben ennek a projektnek, még akkor is, ha egy totális csőd volt, azért volt haszna. Egyébként pedig azoknak, akik részt vettek mondjuk az űrhajós felkészítésbe, tehát űrhajósnak jelentkeztek, viszonylag szerencséjük volt, mert azért ott a kulturális forradalom idején ott repkedtek a fejek össze-vissza, a túlképzettség az nem volt egy jó ajánlólevél, de ezek az emberek többségükben mind a hadsereg, a légierő, a párt legmagasabb pozícióig feljutottak, hálából azért, hogy ők ebben részt vettek. De ugye igazából nem erről a projektről akarunk beszélni. A kérdésed ugye nem erről szólt, hanem a 921-esről, vagyis a Shenzhou űrhajó programról. És hogy miért beszéltem mégis az előzményekről, annak a legfontosabb oka az, hogy azt gondolom, hogy ők akkor megtanulták azt, hogy a semmiből űrhajót építeni, az egy nagyon nehéz történet. És ezért a 921-es projekt az teljesen más alapokon indult. Tehát ott azt csinálták, akkor már azért a kínai gazdaság egy sokkal erősebb gazdaság volt. Tehát ők azt csinálták, hogy kötöttek egy szerződést a szovjetekkel, oroszokkal, mindegy,
Hát talán annyiban talán nem mindegy, nem? Hogy igazából a Szovjetunió már a múlté volt. Akkor már a múlté volt, akkor igen. Ez már a korábbi szovjet-kínai vizét. Így van. Tehát ugye ez már ráadásul abban az időszakban van, amikor ugye Moszkvának is kell a pénz minden áron, mert ugye az ottani gazdaság romokban van. És akkor a kínaiak jöttek, és egy nagyon érdekes ilyen deal született. Egyrészt, hogy tokkal vonóval megvettek egy Soyuz visszatérőfülkét, megvettek dokkoló berendezést, ami ugye űrállomás és űrhajó közötti kapcsolatra kell, illetve leszerződtek, hogy két űrhajósukat képezzék ki Átolcettig Csillagvárosba, tehát kapják meg az alap űrhajós képzést, kiegészítve a Soyuz pilóta képzéssel, illetve az Orlán szkafanderbe végzett űrséta képzéssel. Na most fölmerült a kérdés, hogy például miért nem vettek akkor komplett űrállomást, vagy miért nem vettek szkafandert. Ez ugye azért volt, mert az űrállomás azt gondolták, hogy azt meg már lesz idő saját maguknak kifejleszteni, addigra felszívja magát az a szakembergárda. A szkafandernél meg, már az űrsét a szkafandernél, ott meg alábecsülték a probléma nagyságát, azt hitték, hogy ezt ők pikpak megoldják. De nem aztán sikerült. Később csak vettek Orlánt is. És akkor később kénytelenek voltak venni Orlánt, hogy azt is le lehessen kopizni, amit még ugye nem mondtam, hogy a Soyuz visszatérő kabin vásárlásnak tulajdonképpen része volt a Szokol mentő szkafander. Már pedig ebben a műsorban nyilván ki kell hangsúlyoznunk. Igen, a Szokol ébresztőben. Tehát megvették a Szokol mentő szkafandert, ugye azoknak, akik kevésbé vájtfülek, ugye a két szkafander között az a különbség, hogy a Szokol az csak az űrhajó belsejében biztosít életfeltételeket, ha mondjuk dehermetizálódik a kabin, míg az Orlán az egy űrsét a szkafander, ugye azt normálisan az űrállomáson tartják fönt, az a kinti űrsétákra való, ahol azokkal az extrém hőmérsékletekkel, illetve erős sugárzással is meg kell birkózni a ruhának. Tehát végül is a végén aztán megvették a kabint, meg mind a kétféle szkafandert, kiképeztette két űrhajost, akikről egyébként nem is volt olyan terv, hogy Soyuzzal fognak repülni, hanem ők lesznek kvázi a két lead. De gondolom, talán ez volt az egyetlen eset a világtörténelemben, nem, hogy a Csillagvárosban kiképeztek valami űrhajósokat azzal a céllal, hogy eleve ne is repüljön egyikük se. Soyuzzal? Hát nem, mert ha most Ázsiánál tartunk, akkor ugye ugorjunk előre a műsor mondjuk második harmadába, mert az indiaiak, akik most építik a saját űrhajójukat saját mentőszkafandárral, ez lesz a Chandrayaan nevű űrhajó, aminek szépen csúszik a startja. Idénre tervezték az első két személyzet nélkülit. De az a Gaganyaan. Csak Chandrayaant mondtam, igen, bocsánat. A Chandra az holdat jelent. A Chandrayaanról is akarunk beszélni, mert igen, ugye az a holdi szekér, a Gaganyaan, meg az ilyen föld körül keringő, vagy űrszekér pontosabban. Köszönöm a javítást, itt a sok jámban belezavarodok. Tehát a Gaganyaan űrhajóról beszélünk, valóban, aminek azt a tervek szerint idén kéne, hogy, vagy kellett volna, hogy elmenjen az első példánya üresen a mentőrakéta tesztre, a második példánya szintén üresen pedig az első földkörüli repülésre, és akkor 24 végén lett volna az első személyzetes start. Hát most egyre úgy tűnik, hogy minden jelentősen csúszik. Jó lesz, ha ebbe az évben meg lesz az első mentőrakéta start, és már 2025-ös személyzetes repülésről beszélnek. De ez igazából csak azért szaladtunk ugye most előre, mert föltette egy kérdést, tehát az indiaiak is azt csinálták, hogy kiküldtek pár indiai vadászpilótát Csillagvárosba kiképzésre, akik hazajöttek, de ott is ez volt a deal, hogy ők nem fognak repülni. Na jó, de viszont a Rakesh Sharma nevű fickó viszont legalább hát ő repült, most repült, már szerintem, igen, vagy több mint 40 éve, vagy 40 hát, éve. Ő volt ugye az első igen indiai űrhajós, aki még ott az Interkozmosz program végső hullámaiba szoros versenyben a francia Jean-Luc Chrétiennel jutott föl, talán a Szaljut hétre. Tehát ő az első indiai űrhajós. Ő itt ugye a, most nagyon koncentrálok, a Gaganyaan esetében ugye attól lesz más a történet, hogy itt saját hordozó rakétával és saját űrhajóval számol India, és ezzel gyakorlatilag a negyedik ilyen nemzet lenne, amelyik képes erre a feladatra. És akkor igazából csak nekem ez nagyon tetszik azért, bocs, hogy ezzel rugózom, hogy akkor az indiaiak azért döntöttek így, mert nem akartak maguknak centrifugát, meg ilyen egész ilyen nagy űrhajós képzőközpontot építeni, hanem inkább kibérelték az oroszokat. Nem, építettek, hát hiszen az űrhajós csoportot ki kell képezni, ők a kínaiakkal szemben nem kettő, hanem négy űrhajost küldtek ki. Elvileg ők lesznek a Gaganyaannak a berepülő pilótái. Szerintem egyszerűen azért, mert
Mert szóval... a Sencsóval ellentétben a Gagányán az nem egy Soyuz kópi. Nem, nem, hát abszolút nem, az egy teljesen saját fejlesztés, nem is véletlen, hogy késik, persze. A rakéta az ugye elvileg kész van, vagy többé-kevésbé, hiszen az a GSLV 3-asnak, amit jelenleg is használnak a geostacionárius hordozórakéta indításra, egy human rated, tehát személyzetes tartra engedélyezett változata lesz, ami gyakorlatilag, hát ha nagyon leegyszerűsítjük, csak a két legfontosabb különbség az az, hogy egyrészt egy bizonyos tart mennyiségnek már előtte lennie kell, mielőtt embereket rápakolnak, ennek viszonylag a közelében jár, a másik ugye, hogy ki kell fejleszteni egy mentőrakéta rendszert, ami emelkedés közben, ha valami gázon a rakétával, akkor letépi a pilóta fülkét, eltávolítja a pályáról letérő, vagy éppen felrobbanó, vagy távvezérlése felrobbantandó rakétától, és aztán ugye ebből a védő kis rakétarendszerből kihulva aztán az űrhajó saját ejtőernyőjével száll le egy nagyon kellemetlen balisztikus repülés végén. Tehát ez elvben a rakéta az jó állapotban van, az űrhajóval, hát akik úgy követik az űrvilágot, azok úgy talán látják, talán pont ma vagy tegnap jelent meg az az anyag, ami a havi ázsiai mozaik, ott lehet olvasni róla, hogy például azzal a deszka modellel, amin a vízből mentést, mert ugye a Bengálöbölbe tervezik a visszatérést, tehát amit abból amelyikkel a vízből mentést gyakorolja az indiai haditengerészet, azt most átadták, elkezdték vele a vontatási kiemelési próbákat, illetve egy fontos elem, hogy a elég előre haladott állapotban vannak az űrhajó saját, tehát nem a hordozórakéta, hanem az űrhajó saját hajtómű rendszerének, mind a pálya emelő fékező hajtómű rendszernek, ami 5 darab kisrakétás rendszer lesz, tehát nem egy, mint pedig a 2x8, tehát egy tartalékolt manőverező, illetve térbeli orientációt biztosító, tehát RCS hajtómű rendszernek a hotfire, tehát az égetési tesztjeit Indiában. Ezek úgy egyelőre rendben haladnak, összességében azért az egész program csúszik. Amit még tudni lehet, és ez egy nagyon érdekes ötlet, hogy a második repülésen, ami az első orbitális személyzet nélküli repülés lenne, azon egy nőnemű, ilyen humanoid robot fog utazni, és állítólag még beszélni is fog az indiai néphez, amelyik most már ugye a világ legnagyobbja, ugye India tavaly, ha jól megszem, akkor tavaly lekörözte Kínát, és a legnépesebb országá vált a Földön. Ez volt a kitérő, ugye, ha már így igen, a rövid kitérő. Igen, ilyen jó kis barokkos, vagy ilyen történetek a történetben, mint az 1001 éjszaka mesében. Igen, na hát viszont akkor visszakanyarodunk oda, hogy a Shenzhou, isteni hajó, vagy valami ilyesmi nevű szerkezet, az milyen pályafutást írt le? Ugye ott az első legizgalmasabb kérdés mindig az, hogy akkor ez most Soyuz vagy nem Soyuz. Tehát ha valaki ránéz így első blikre, akkor azt mondja, hogy ez aztán egy Soyuz. Igazából, ha kettőt egymás mellé rakjuk, akkor azért látszik, hogy nem. De hogy egy nagy Soyuz. Igen, így van, de ráadásul az is kérdés persze, hogy melyik Soyuzhoz hasonlítjuk, hiszen a Soyuzoknak rengeteg generációja volt. Tehát amiért te mondod, hogy nagy, az valóban arról van szó, hogy és most ugye ez egy ilyen, hát nem egy rejtett rasszizmus, vagy nem rejtett, tehát hogy az ember azt várná, hogy hát akár kisebb is lehet, hiszen kínai űrhajósok lesznek benne, ehhez képest nagyobb, minden dimenziójában egy olyan 10-20%-kal nagyobb, mint a Soyuzok. Tehát az ujgur kosárlabdázók is belefér. Igen, sőt, igen. Hát nekem van egy kínai barátom, aki szegény, mindenki azt kérdezte tőle, hogy ő kosarazik-e, mert nálam, aki 188 vagyok, kb. Egy olyan fejjel magasabb a srác, és nem kosarazik, és kínai, és Shanghaiban él. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy kb. 10 egyes elemben 20%-kal nagyobb méretek, és persze tömeg is van, mint a Soyuznál. Hát ennek szerintem egyszerűen az volt az oka, hogy szerettek volna a Soyuznál sokkal komfortosabb parancsnoki visszatérő fülkét, azért az egy ilyen elég nyomorgos űrhajó a Soyuz 3 embernek, viszont abban a pillanatban, hogy akkor meg kell növelni mindent, a műszaki hajtómű egységet is, meg az orbitális fülkét. Most igazából, ha az ember utána ezeket így elkezdi lecsontozni, akkor az látszik, hogy a műszaki hajtómű egység teljesen más, tehát az egész hajtómű elrendezése, hajtómű kialakítása más.
Az orbitális fülke az nagyon látványos, mert az ugye egy a szojuzoknál két fél gömb, ami közre zár egy hengert. Kinder tojás. Egy ilyen, hát már amennyiben a... Hát mint nem. A belső narancssárga bígyó a kinder. Ja, úgy, igen, mint a belső narancssárga bígyó, vagy citromsárga bígyó, igen, narancssárga bígyó a kinder tojás. Igen, tehát valami hasonló, csak a hengeres rész arányaiban az, hogy mondjuk, alacsonyabb. Tehát már majdnem gömb alakú az az orbitális fülke, aminek nyilván ilyen nyomás állóház, gyártás, technológiai okai lehettek. Viszont tudjuk, hogy Korolyov az eredeti terveiben az orbitális fülkét ezt egy hengernek képzelte el, és hát a kínaiak végül is ezt választották. Tehát ők úgy gondolták, hogy ők már tudnak úgy hegeszteni, hogy a henger is bírja a nyomást. Úgyhogy a Shenzhou-nak az orbitális fülke az egy henger. A dokkoló egység... Most, ugye, bocsánat, igen? Csak az igazság felgöngyölítéséhez, azért még hagyd tegyem hozzá, hogyha látta, amikor az Apollót meg kellett pályázni, akkor az a terv, ami nem a végül megvalósult koncepció, amit a North American rakott le az asztalra, hanem talán a Grumman, az meg egy az egybe úgy néz ki, mint a Korolyov féle Szajuz. Tehát, hogy az igazából... Az úgy pikáns, igen, tehát. Lehet, hogy az amerikai fejekből pattant ki az eredet. Ja, hogy a Korolyov ötleteit a KGB kémkedte ki Amerikában, igen, vagy fordítva, igen. Vagy a CIA kémkedett, hát, a Korolyovéknál. Időben az amerikai első. Volt előbb. Értem, jó. Ezt igen. Nem tudtam. Na, fun fact. Igen. Jó, ez egy fun fact valóban. Hát ugye, igen, jó. Akkoriban jó buli volt hírszerzőnek lenni. Legalábbis életbiztosításnak tűnt már olyan értelemben, hogyha megéred a nyugdíjat, akkor lesz nyugdíjat. Persze nem biztos, hogy megérted. Jó, tehát... Már is javítok, mert ez a General Electric terve. Ez így elvileg, mondom, csak így első blikre tűnik egy Szojuznak, de nagyon hozzányúltak a tervhez. Ahol még hozzányúltak, az gyakorlatilag az avionikai rendszer, tehát teljes repülés elektronika, illetve ha úgy tetszik, ez a man-human vagy human-man interface, az ember-gép kapcsolat, tehát, az ember benéz egy ilyen Shenzhou-ba, akkor azért ott a jelenleg használt, tehát legkorszerűbbnek tekintető szojuzoknál is komolyabb elektronikát lát, komolyabb számítógépeket, és így tovább. Tehát messze tovább fejlesztették a Szojuszt, én igazából azt gondolom, hogy a koncepciót vették át egyrésztről, másrésztről, és ez egy nagyon jó ötlet volt viszont, hogy a parancsnoki visszatérő fülkének az arányait, tehát a hossz, keresztmetszet, és ott a különböző szögek, ami azért egy jó arány, mert a Szojuznak a kabinja az aerodinamikailag úgy van tervezve, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy lép be a légkörbe. Ha zuhan, és közben mondjuk nem nyílik ki az ejtőernyő, akkor saját magától egy idő után beáll a talphelyzetbe. Az alak. Tehát az alak az olyan, hát aki úgy foglalkozott aerodinamikával, annak javaslom, vagy úgy érdekli, hogy rajzolja le ezt a kabint, vágja ki, és akkor kezdjen el játszani az asztalon, hogy ha különböző irányból kap megfúvást, akkor melyik oldalon keletkezik nyomás és szívás, tehát merre fog fordulni, és akkor rá fog jönni egy idő után. Ez a szerkezet valóban átállt talphelyzetbe, ami ugye azért fontos, mert egyrészt a talpon van a hővédelem legjobban megerősítve, másrészt a tetején ott ugye egy ajtó van, ami az orbitális fülkébe vezet, tehát azzal lefele jönni a sűrű légkörbe nem egy életbiztosítás. Szegény Boris Volinov tudna erről beszélni. Ráadásul ugye igen. Akkor folyamatosan negatív G-t kap az űrhajós is, hiszen lóg a hevederekbe. Na mindegy, tehát ezt azért átvették. Ez szerintem egy teljesen jó döntés lett, de ennek ellenére nagyon komolyan hozzányúltak. Na most a következő űrhajójuk, aminek már egy aerodinamikai tesztpéldányát ugye kipróbálták, annak a CZ-5-ös rakétának a berepülésekor, amelyik utána a modulűrállomásnak a moduljait juttatta pályára, hát ez már egy teljesen saját fejlesztési űrhajó, ez nem hasonlít semmelyik meglévőre, tehát, vagy korábbira, tehát nem egy Apollo-szerű, nem egy Soyuz, nem egy Gemini-szerű, nem egy Crew Dragon-szerű, talán még a Crew Dragonra hasonlít a leginkább a parancsnoki visszatérő fülke, ami az alakot tekinti. Ez sikeresen túlélte egy repülést, visszatért a Földre pár évvel ezelőtt,
És hát a jelenlegi terv, ezt is mostanában sikerült megírni, a jelenlegi terv az az, hogy 2027-ben próbálnák ki ezt a ezt az űrhajót. Ez egy akár 7-es főre terhelhető űrhajó lenne, ahol úgy számolnak, hogy holdrepülésnél 3, normál űrállomás látogatásnál valószínűleg 4 űrhajós lenne benne, hogy valami normál űrállomás látogatásnál valószínűleg 4 űrhajós lenne benne, hogy valami terhet is be lehessen melléjük rakni. A 7 űrhajósnál ott pedig azt írták, hogy hát az egyrészt mentési célokra, tehát hogyha hirtelen le kell ezt azt valakit hozni az űrállomásukról, illetve űrturizmus céljából, tehát hogy ők már számolnak azzal, hogy majd azzal az űrhajóval lehet repkedni föl a kínai űrállomásra, vagy akár ilyen sima földkörüli repüléseket lehet csinálni, mint amit mondjuk a Crew Dragonnal már csináltak Amerikában. De az egy teljesen saját fejlesztés lesz. Na és együtt már érintőlegesen szóba került ugye két dolog is, most az űrállomások és a Hold. Igen. Na most itt mit lehet látni, vagy tudni, hogy egyetem bejelentettek-e bár... Jó, az űrállomások, azról mindenképp beszélünk, az gyakorlatilag kész van, ugye a nagy kínai modul űrállomás. Erről egyszer már beszélgettünk, de hát azóta akkor még csak éppen elkezdték összerakni, igen, időközben elkészült. Így van. És akkor utána majd a Hold. Jó. Igen. A modulőrállomás az összeállt, ugye itt arról van szó, hogy van 3 fő nehéz modul, ezek mind ilyen 20-22 tonnásak egyenként, és ezekhez a dokkolók számának köszönhetően általában vagy egy teherűrhajó és 2 személyűrhajó, vagy egy személyűrhajó és 2 teherűrhajó csatlakozik. Az utóbbi állapot az akkor van, amikor hosszú távú űrrepülésen fönt van 3 fő, az előbbi pedig akkor, amikor személyzetcsere van, tehát ez egy, akkor mondjuk egy ilyen 1 hétig van az az állapot, hogy 2 személyűrhajó van, és csak egy teherűrhajó. A teherűrhajók is teljesen saját fejlesztésűek, ezek 14 tonnás induló tömeggel rendelkeznek, egy ilyen, hát ennek körülbelül a fele tud lenni a hasznos teher, a másik fele az üres tömeg, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ma a szolgálatba álló teherűrhajók közül ez a legnagyobb. Ez úgy méretében, meg a felszállítható tömegét tekintve mondjuk a Progressnek, hát a start tömegét tekintve majdnem a duplája, a fölvihető teher tömegét tekintve pedig több, mint a duplája. Igazából a már szolgálból kivont európai ATV-vel és a szintén kivont japán HTV-vel vethető össze ez a méret, de mondom, a jelenleg szolgálatba álló teherűrhajók közül ez a legnagyobb. A 3 űrállomás modulból ugye ott az az érdekes, hogy az elsőnek fölbocsájtott, az teljesen egyértelműen egy vezérlő és lakó modul, ahol ilyen kutató blokk, tehát ilyen guardrop szekrény vagy gyerek, csak egyetlen egy van, ami értelemszerűen az orvos, a repülőorvosi vagy az űrorvosi eszközöket tartalmazta és tartalmazza. A hozzákapcsolt 2 modul, az pedig egyikük az részben tartalékja a fő modulnak, ami azt jelenti, hogy képes ellátni például a térbeli orientációs feladatokat, és onnan is lehet vezérelni az egész űrállomást. Másrészt egy tartalék zsilip kamra is található rajta, ami azért hasznos, mert egyébként az összekapcsoló rendszeren alakítottak ki az egyik összekapcsoló helyén egy ajtót, ami egyrészt 80 centi átmérő, tehát ott kimászni szkafanderbe hátizsákkal azért nem olyan egyszerű, másrészt ha azt használják, akkor ugye ott hermetizálni kell, tehát gyakorlatilag az egész űrállomásról akkor ez a, tehát nem lehet biztosítani az űrállomás moduljai, meg mondjuk az űrhajó közötti átjárást. Míg amikor a másodiknak fölbocsájtott modult használják, akkor, illetve a másodiknak felbocsájtott modulon található zsilip kamrát használják, akkor ugye csak ezt az egy modult kell hermetizálni egyrészt, másrészt azon egy méter átmérő ajtó van, tehát könnyebb kimászni, könnyebb cuccokat kipakolni. Az utolsó modul, a harmadik, ami a második kutató modul, az pedig egyrészt tartalmaz további 3 hálóhelyet,
Tehát hosszabb távon számolnak azzal, hogy esetleg lehet ott majd 6 fő, vagy nem csak egy átadás átvétel, ami általában ilyen 5-6 nap a föld körüli pályán, az emelkedést meg a leszállást nem számítva, hanem mondjuk lehetnek 2 hetes látogató legénységek, illetve azon található egy olyan zsilip, amivel meg ki lehet tolni eszközöket az űrállomás külső részére. Most az egész űrállomás azért nem nagy. Láttam ilyen zseniális marketing kommunikációs fotókat, ahogy a kínaiak egymás mellé fényképezték a saját űrállomásukat, meg az ISS-t. Hát mondjuk az ISS-nek a tömege emlékem 400-500 tonna, vagy valami ilyesmi. Ez a kínai, ez akkor éri el körülbelül a 100 tonnát, ha a 2 teherűrhajó meg egy Shenzhou is hozzá van kapcsolva. A hermetikus tér a 3 modulban az összesen 100 légköbméter. A nemzetközi űrállomás emlékeim szerint 500 vagy 600 légköbméter a hermetikus tér. Tehát azért, én nem azt mondom, hogy kicsi. Hát a Mir űrállomással összevethető. Hát igen, még amikor ilyen állapotban igen, volt, igen, ugye, igen, amikor igen. Ilyen T-betű de alakú így, volt. A T-betű Mirrel vethető össze, igen. De a végleges Mirrel gyakorlatilag nem. Na most ettől függetlenül ez egy óriási dolog, hiszen azért ez egy nemzeti űrállomás, nem pedig egy nemzetközi űrállomás, tehát ez ilyen értelemben teljesen rendben van, amit most a kínaiak próbálnak megnyitni nemzetközi játékosoknak, nemzetközi kutatás céljára, akár űrhajósoknak is, de egyelőre nem nagyon lehet, nem nagy itt a tolongás, aminek szerintem az egyik legbanálisabb oka, azon kívül, hogy mondjuk űrhajóst utaztatni, az valamiféle politikai állásfoglalás is, szerintem egyszerűen a kínai nyelv. Igen, tehát azért a kínai nyelvet olyan szinten elsajátítani, hogy valaki űrrepülhessen 2 hétig, az egy óriási kihívás, tehát akkor marad az, hogy akkor angolul tanuljanak meg a kínai űrhajósok, és feliratozzanak mindent angolul, az összes mondjuk checklistből legyen angol és kínai, szóval azért ez sem egyszerű, másrészt tehát a kínai megmondhatja, hogy de miért? Tehát de, ugye de az orosz... Hogyha a kínaiak felviszik mondjuk fele annyiért a usert, akkor mondjuk szerintem legyen annyira motivált egy űrhajós jelölt, hogy megcsinál egy középfokú kínai nyelvvizsgát. Hát igen, csak egy középfokú kínai nyelvvizsga az nem olyan, mint egy középfokú orosz, vagy egy középfokú angol nyelvvizsga. Jó, tehát, tudom, de létező ismerőseim megcsinálják én, ezt. Én értem. Úgyhogy... Hát szerintem őket kéne legközelebb meghívni egy beszélgetésre, hogy ez mennyire nagy kihívás. Én szerintem óriási, tehát az én lányom az csak a koreaival szórakozik, de aha. Annak is kétszer annyi, rögtön csak a karakterkészete kétszer annyi, mint mondjuk egy mondjuk a magyarnak, vagy egy angolnak. Beszélünk arról, hogy az egész nyelv struktúrája, a hangképzés, ugye az teljesen más, tehát attól is nehéz, nem csak a karakterektől, vagy hát az írásképtől. Ami itt még várható, az, hogy, és amit, tehát, amit bejelentettek, az egyik az, hogy lesz egy űrtávcső, ami nagyjából a Hubble méretével vethető össze, optikai tartományban és infravörös tartományban működő űrtávcső, ami azonos magasságú pályára kerül meg inklinációra, mint a kínai űrállomás, csak kicsit, hát vagy elé, tehát kicsit odébb, így ez szabadon fog tudni repülni, de amikor karbantartás kell, vagy javítás, vagy egy-egy modult ki akarnak benne cserélni, akkor össze fogják kapcsolni a kínai űrállomással, és akkor az űrhajósok gyakorlatilag tudják javítgatni. Ez egyébként egy nagyon jó ötlet szerintem, ez nem egy ilyen kopikettes ötlet. Illetve bedobtak a kínaiak egy olyat, hogy a központi modulnak, tehát az első modulnak, ami a vezérlő modul, az ugye annyira kritikus volt, hogy annak egy az egyben megcsinálták egy második példányát, hogyha mondjuk az első a start közben fölrobbanna, vagy nem állna pályára, hanem visszaesne. És most már én kijelentő módban olvasom azt, hogy ezt föl akarják vinni, és hozzá akarják kapcsolni, negyedik nehéz modulként, viszont hozzá kell nyúlni, mert miután a másodiknak fölvitt modulban benne vannak azok a tartalékok, ami az irányításhoz szükséges, beleértve giroszkópokat, vezérlőkompjútert, minden. Azt mondom, hogy legyen egy harmadik vezérlő egység is, ennek sok teteje nincs. Sokkal inkább ez arra lehet jó, hogy kicsit kitakarítják, hogy kiszerelnek belőle dolgokat, és akkor nem tudom én, legyen több hely a sportra, legyen több hely a kutatásra.
De ez egy elfogadott terv, és ez pár éven belül várható, hogy ezt a modult föl fogják kapcsolni. Illetve vannak olyan tervek, hogy maguk a teher űrhajók is, mivel ezekből három változatot fejlesztenek, egész a legutóbbiig csak egyet láttunk, a legutolsó teherűrhajó már a második változat első példánya volt, hogy esetleg ezekből is fönt lehetne hagyni, ezeket is, ezekből is lehetne olyat indítani, ami inkább ilyen belső modul, tehát én például teljesen jól lehetnék képzelni, hogy olyat, hogy akkor legyen egy kvázi egy konditerem, tehát semmi más, csak ott fölmegy, és akkor abban szobakerékpár van, meg gumikötél, meg egyebek, és akkor azt ne ott kelljen csinálni a testedzést, ne ott kelljen csinálni, ahol egyébként az irányítóközpont van az első modulba, a többiek munkáját zavarva. Hát aztán meghallgatják-e persze ezt Pekingbe, azt én nem tudom. De ezt a kérdést is vizsgálják. Na most a Hold, ott nagyon érdekes a dolog, mert ott is volt egy ilyen kvázi visszarendeződés, az eredeti terve az volt, hogy majd valamikor a 30-as években ők építenek egy bázist a déli póluson, vagy a déli pólus közelébe a Holdon, ami robotbázisként kezdődik, és egy idő után megjelenik ott a személyzet is. A Hold déli pólusa azért érdekes, mert ott a nem megvilágított kráterekben lehet vízjég. Viszont, és én azt gondolom, hogy többek között azért, mert látják, hogy az egész Artemis program hogy csúszik, talán esélyt látnak arra, ha nem is arra, hogy hamarabb legyen kínai a Hold felszínén, mint mondjuk újra amerikai, de hogy legalábbis az a gap az nagyon kicsi legyen, tehát pont akkor, amikor már senkit nem fog megint érdekelni, az Artemishez elindult egy újabb Orion, vagy bocsánat, a Holdhoz elindult egy újabb Orion űrhajó az Artemis projekt keretében, akkor mondjuk menjen oda az első kínai. Tehát ők most bedobtak egy olyan ötletet, hogy nem a pólusra mennek először, hanem csinálnak egy kvázi Apollo-szerű holdutazást. Egyelőre egyről beszélnek, hát nem hiszem, hogy egy miatt ki fognak fejleszteni bizonyos technológiákat, tehát én inkább azt gondolom, hogy az lesz az első, aztán még valószínűleg lesz néhány ilyen. Ez úgy nézne ki, hogy a CZ-9-es rakétát egy kicsit félretolták. Ez lenne az, ami a szuper nehéz kínai rakéta lenne, és vinné a Hold bázishoz szükséges elemeket, hanem azt mondták, hogy csinálnak egy CZ-10-est, ami tulajdonképpen a most létező CZ-5-nek, meg a fejlesztés alatt álló CZ-9-nek egy ilyen fúziója lenne, de hamarabb össze tudják rakni, mert pont azok a technológiai kihívások hiányoznak belőle, amik a CZ-9-et ugye lassítják. Tehát ez nem egy ilyen szuper, hipernehéz rakéta lenne, ez csak egy ilyen szupernehéz rakéta lenne, nagyjából egy ilyen Saturn 5 vagy SLS kategóriájú, egy ilyen 100 méter körüli magasságú rakéta. És megint visszanyúltak kicsit egy ilyen kiherélt koroljovi tervhez, tehát hogy nem annyiban nem Apollo-szerű lesz, hogy a rakéta nem viszi magával az űrhajót is és a holdkompot is, hanem azt csinálják, hogy kettő darab rakéta indul, az egyik viszi a holdkompot és üzemanyagot, és plusz üzemanyagot, a másik pedig viszi az űrhajót és szintén egy gyorsító fokozatot. Ami érdekes, hogy ezek a hold körüli pályán kapcsolódnának össze. Ennyiből az Artemis architektúrára is. Igen, arra is hasonlít. Így van, így van. Hold körüli pályán kapcsolódnának össze, három űrhajós lenne csak. Ez már az az ominózus új, ha úgy tetszik, második generációs űrhajó lenne, ahol beszéltünk ugye arról, hogy 3 és 7 fő közötti terhelhetőséggel számolnak, tehát három űrhajós lenne rajta, és akkor ott jönne az Apollo szerűség, hogy ugye egy fönn maradna a hold körüli pályán, mi ketten leszállnának a hold felszínére. Valójában a hold körüli pálya is egy föld körüli pálya. Igen, végül is, igen. Igen, javasoljuk hallgatóinknak, hogy ezt értelmezzék, és akinek nem jön vissza, az próbálja egy kávé után még egyszer értelmezni, de műsorvezető úr az nem beszélt butaságot. Tehát ketten szállnának le, és legalábbis az első repülés az első repülésnél 6 órát töltenének a felszínen, de már egy olyat is mondtak, hogy építenének egy 200 kg-os holdjárót, aminek viszont nincs értelme, ugye, ha csak olyan expedíciókkal számolnak, ami 6 órát tölt lent, hiszen az körülbelül azt jelenti, hogy egyik kimászik, ott vacakol, fél órával később utána mászik ugye a másik.
tehát nincs értelme holdjárót vinni, ez nekem azt sugallja, hogy azért már ott is az N plusz egy, az, tehát az x-edik leszállásnál már esetleg számolnak azzal, hogy az hosszabb ideig tart. És hát ne felejtsük, hogy igazából... És akkor megismételnék, a... Igen. És az utolsó mondat, bocsánat, hogy megismételnék 2030-ban, vagy 30-ig az Apollo 11-nek a repülését, mert hogy azzal, hogy így koncepciót váltottak, tudnak nyerni néhány évet. És akkor most vittem le a hangsúlyt. Igen. Én pedig a hangsúlyt levitted, ezt a gombot meg fölkapcsolom, mert óra 45 van, és tradícióinkhoz híven ilyenkor a telefonvonalak életre kelnek. A 215-3773-as telefonszámon lehet minket elérni. És addig megemlítem, hogy amikor a kínaiak űrszondával mintát hoztak a Holdról néhány évvel ezelőtt, akkor azt úgy is megcsinálták volna, hogy a szovjet űrszondák mintát hoztak a Holddal, leszáll egy űrszonda, összekapirgál egy kis holdport, és hazajön. De nem, ezt csinálták, nem ezt csinálták, hanem eljátszottak gyakorlatilag piciben egy mini Apollo küldetést hold körüli dokkolással, meg minden, nyilván nem véletlenül. Irányítás technikailag gyakorlatilag ez szinte ekvivalens egy emberes. Hát igen, tehát irányítás technikailag a kezükben van a kérdés, ez teljesen jól látod, ez nyugodtan kijelenthető, pontosan. Igen. Na most ugye, jó, hát akkor kínaiak lesznek egyszer a Holdon, na de azért ha itt az elején még belebegtettél még en darab másik ázsiai országot is, Indiáról azért viszonylag tisztességes mennyiségű szót ejtettünk, igen, de azért vannak ott még néhányan. De azért akkor még térjünk vissza egy pillanatra Indiára, uh-huh, és akkor onnan kötnék tényleg át a Holddal többiekre, mert ugye így akkor van, beszéljünk egy kicsit, maradjunk a Holdnál, hogy gyakorlatilag az Indiának a harmadik holdszondája, aki nem követi az űreseményeket, talán már az is meglepi, hogy van ilyen, hold körüli pályára állt pár nappal ezelőtt. A Chandrayaan 1 volt az első indiai holdszonda, az egy orbiter volt, egy hold körül keringő, a 2-es az egy részben sikeres program volt, mert az orbiter az pályára állt a hold körül, de a leszálló egység az nem szállt le a holdra, hanem odaverték. Megsemmisült. Most a harmadikban nincs is orbiter, hanem csak egy ilyen hajtóműves egység van, ami elszállította a szondát a Földtől a Holdig, illetve biztosította a Hold körüli pályát. Most ez még egy elnyúlt pálya, amit a következő napokban, hetekben szépen egyre közelebb visznek a felszínhez, és hát illet volna utána néznem, de emlékeim szerint az augusztus 20-ai tűzijátékunk utánra tervezik pár nappal, hogy megkísérlik a leszállást a Hold felszínére, ami ugye azért lenne nagy dolog, mert egyelőre ott tartunk, hogy sima leszállást a Holdon, javíts ki, a rosszul emlékszem, de csak 3 nemzet tudott eddig végrehajtani, ugye a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Kína. Kína. Így van, és egyébként augusztus 23 augusztus az internet 23. erejével. Ez köszönöm a... szépen. De ilyen helyre meg viszont még senki nem szállt. Igen, mert viszont ők a pólusra mennének, tehát ez egy legalább akkora elsőség lenne, mint egy másik ázsiai elsőség, amikor is pár éve ugye a kínaiak a hold túloldalán szálltak le, ami nem sikerült senkinek. Most az indiaiak a déli póluson próbálnának meg elsőként leszállni. Nem egyszerű a dolog. Az utóbbi időben például volt egy japán kísérlet, egy japán magánvállalat szeretett volna egy viszonylag komoly tömegű holdra szálló berendezéssel landolni. Hát ahogy ilyenkor lenni szokott, és itt vissza lehet utalni Neil Armstrongnak a legendás mondatára, amikor ugye a sajtótájékoztatón az Apollo 11 repülés előtt megkérdezték tőle, hogy mit vinne magával. Azt hiszem az Edwin Aldrin mondta, hogy nem tudom én, képes lapokat, szóval valami olyasmit, amiben aztán pénzt lehet csinálni. Feleségének az ékszereit. Ékszereit, így megsétáltatni, mert akkor ugye érték növel, hogy megjárták a holdat. A Armstrong meg rezignáltan csak annyit mondta, hogy plusz üzemanyagot. És hát ezek látnoki szavak voltak, mert itt az iSpace nevű japán vállalat holdra szálló egysége pár hónappal ezelőtt azért csapódott neki a holdnak, mert idő előtt elfogyott az üzemanyag. És akkor még a próbálkozások sorában akkor említsük meg a Chandrayaan 2 előtt néhány hónappal ugyancsak poruljárt izraeli Bereshit. A Bereshitet, ami most már ugye mondhatjuk, hogy Bereshit 1, mert közben készül a Bereshit 2,
aminél nem is oly régen még azt írtuk, sőt, hát mondjuk én is puskázok, hogy 2025-öt mond az internet. Ez egy szintén egy izraeli, tehát szintén egy magánkezdeményezés, egy izraeli magánkezdeményezés. Ott is hasonló történet volt, hogy az utolsó, nem tudom én, néhány tíz méteren halt meg a dolog. A Bereshit 2-vel viszont most az a nehézség, hogy éppen napokban olvasom, hogy finanszírozási problémái vannak, tehát egyelőre úgy áll a dolog, hogy papíron 2025-ben menne a Holdra, megváltoztatott tervek szerint, tehát például két leszálló egység lenne egy helyett, de hát, hogy aztán lesz ebből valami, azt majd meglátjuk, kéne olyan izraeli patriótákat találni, főleg vállalatokat persze, akik összedobják ennek a költségét. Elsőre sem sikerült egyébként magámból, és akkor a Bibi, tehát a Netanyahu kormánynak kellett beadnia egy injekciót, hogy egyáltalán megvalósuljon az első. És hát elég masszívan beleszállt ott ugye az IAI, tehát az izraeli aerospace, igen, aha, tehát az izraeli űrügynökség a fejlesztésbe, tehát lehet, hogy nélkülük még odáig se jutott volna el, mármint a Hold, tehát nem financiálisan, hanem technikailag vagy küldetésileg, ameddig végül is eljutott, mert tényleg nagyon sokáig úgy tűnt, hogy abból egy sima leszállás lesz. És akkor ha már itt Ázsia, ugye akkor azon poénkodtunk az elején, hogy földrajzi értelemben az Emirátusok is Ázsiának számít, és az Emirátusok egyelőre nem számol azzal, hogy saját Hold szondája legyen, de néznek a Hold felé. Volt, építettek például egy kicsi 10 kilós rovert, ami pont ezen a odavert japán lenderen volt, úgyhogy így a Rashid 1 nevű emirátusi rover az hát eljutott a Holdra, de nem úgy, ahogy szeretett volna. A Rashid 2 az azért egy izgalmas történet, mert azért mutatja, hogy itt micsoda erők feszülnek egymásnak. Az 2027-ben indulna, vagy indult volna. Az egyik déli pólushoz készülő kínai lenderem. Ez egészen egy évvel ezelőttig így volt, de hát azért tudjuk, hogy itt elsősorban az orosz-ukrán háború miatt, meg a egyre feszülőbb kínai tájvani feszültségek miatt itt az Egyesült Államok ugye a szövetségeseitől ugye egyre többet vár, és azért az Emirátusokat szövetségesnek tekinti. Csak meg kell nézni mondjuk az Emirátusok hadseregének a fegyverzetét. És hát gyakorlatilag odaszóltak, hogy hát nem kéne ezt a dolgot erőltetni tovább, mert hogy tele van itáros alkatrésszel a Rashid 2, és hát egyelőre úgy tűnik, hogy megtiltották gyakorlatilag Dubájnak, tehát a Bin Rashid Space Centernek, hogy ezt a rovert majd a kínaiak kezébe adják. Persze erre az Emirátusok mondták, jó, na de hát majd valahogy mégiscsak el kéne jutni, úgyhogy most az az elképzelés, hogy majd valamelyik amerikai kereskedelmi Holdra szálló egységre rakják rá valamikor. És közben, mint hallható, itt egy telefon. Jó reggelt kívánunk, ez a Szokol ébresztő. Szervusz, nagyon jó, izgalmas az adás. Lehet, nem annyira műszaki ködődésű lesz feltétlenül a kérdésem. Biztos túlszásban is vagyok, mert interneten hallgatom, hogy ez alapján, ami elhangzott, akkor ugye látható ez a tömbösödés a világban, akkor valószínű egy orosz-indiai összekapcsolódás, annak ellenére, hogy merint az űrprogramokban, annak ellenére, hogy... Vagy egy orosz-kínai még inkább talán, ugye? De igen, nagyon jó a kérdés, igen. És akkor, mert ugye, ha jól emlékszem, 2024-től leválik a nemzetközi űrállomás programjáról az orosz. Na hát ez már úgy tűnik, hogy nem. Erről tudunk frisset mondani. Jó, szerintem kérdés világos, ha nincs több hozzá. Köszönjük. Jó. Jó, tehát akkor lépjünk először, kezdjük a hátulról. Szerintem úgy egyszerű fölépíteni a választ. Valóban úgy volt, hogy 24-ben leáll a nemzetközi űrállomás. Ugye az ukrán háború kapcsán voltak ilyen adok-kapokok, az oroszok ugye onnan indultak, hogy azonnal leválasztják. Szerintem ebben a műsorban volt arról szó, hogy ez technikailag miért egy blödség. Most egyelőre ott tartunk.
És egyébként a 24-es emléke a betelefonálónak azért jó, mert a Roscosmosnál 4 éves tervezések vannak, és az egyik blokk, amiben most vagyunk, az a 20 és 24 közötti tervezési ciklus. Ebből ugye az is következik, hogy a következő tervezési ciklusa a Roscosmosnak az 24-28 között van. Jelen állás szerint lehűltek kicsit a kedélyek Moszkvába, tehát most úgy néz ki, hogy az oroszok 2028-ig benn maradnak a nemzetközi űrállomás programba, miközben az Egyesült Államok, Japán, az Európai Ügynökség és talán utoljára Kanada is kifejezte azt a készségét, hogy ők 2030-ig életben tartanák a nemzetközi űrállomást. És ugye valóban van itt egy ilyen diszkrepancia, hogy akkor az oroszok miért csak 28-ig, de hát mindenki abba bízik, hogy majd mondjuk 26-ba újra le lehet ülni az oroszokkal, és akkor ők azt mondják, hogy jó, akkor legyen 2028 helyett 30, de náluk ez egy ilyen pénzügyi, meg politikai tervezési ok. Ők nem 5 évekbe gondolkodnak, hanem 4 években. Olimpiai években, igen. Tehát az egyik része a válasznak az, hogy nem szállnak ki az oroszok a nemzetközi űrállomás, már csak azért sem, mert nekik sincs más. Tehát ők mindig belebegtetik, hogy majd a saját űrállomás, de azon kívül, hogy fél évente megjelenik az új orosz űrhajóról, meg az új orosz űrállomásról valami renderelt ábra, ezen kívül úgy sok mindent nem lehet látni. Az izgalmas kérdés, ugye az indiai-orosz, az hát klasszikusan egy jó kapcsolat van ugye India és Oroszország között, tehát a kérdés nem alaptalan. Ez igaz egyébként űrkutatásra és különösen igaz haditechnikára, de lehet látni azt, hogy az indiaiak itt a libikókázás közben azért fordulnak a nyugati technológia felé. Egyetlen érdekes momentum, hogy mi van most augusztusul, szerintem júniusban írták alá például az indiaiak azt, hogy csatlakoznak az Artemis egyezményhez, amelyik ugye a Hold, kisbolygók és a Mars kutatást célozza meg, talán 27-ként csatlakoztak hozzá, emlékeim szerint a csehek voltak a 25-ek. És ami még érdekesebb, hogy ezzel együtt az indiai elnök, aki ezt személyesen írta alá ezt az Artemis egyezményhez csatlakozást az Egyesült Államokban, azt is elmondta, hogy gondolkodnak azon, hogy indiai kutatóberendezéseket, sőt űrhajóst is küldjenek a nemzetközi űrállomásra. Tehát egy amerikai-indiai együttműködés az látszik, azt fontos érteni, hogy az orosz-indiai, amelyik az űrhajós kiképzésről szólt, az egy tisztán kereskedelmi egyezmény volt, fizettek az indiaiak, és pont. Tehát ha betelefonálnak, van pénze, és egészségileg alkalmas rá, akkor az oroszok valószínűleg őt is kiképezik jó pénzért Csillagvárosba. A kínai orosz közeledés, az azt gondolom, hogy az nyilvánvaló jelen helyzetben, ezen nincs mit ragozni, de egyelőre azon túl, hogy mindig megemlítik a kínaiak, hogy hát az oroszokkal együttműködve épülne meg a Hold déli pólusán ez az állomás, a kutatóállomás 2030-tól, ezen kívül azért túl sok konkrétum nincsen, sőt, és ez azért mutatja a kínai külpolitikának a gondolkodás módját, hogy egész az ukrán háború kitöréséig úgy futott a déli pólus, tehát Kína a Hold déli pólusán építendő űrállomás, vagy Hold állomás, vagy Hold kutató állomás, hogy ez egy kínai-orosz projekt. Az ukrán háború kitörése óta meg a kínaiak ezt szignifikánsan kínainak nevezik, amibe majd részt vesznek az oroszok is. Tehát gyakorlatilag ez számomra azt jelenti, hogy ők nem nagyon számolnak azzal, hogy pénzügyileg és technológiailag az oroszok komoly tényezők lesznek ebbe a projektbe. Ettől függetlenül én azt simán el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb például a kínai űrállomáson orosz űrhajós meg fog jelenni. Ezt el tudom képzelni, meg hogy orosz eszközök ott megjelennek, kutatóeszközök. Tehát ez nem sérti az orosz büszkeséget. Nem hiszem, hogy sérteni fogja. Nem. Ja, hát ugye most egy olyan helyzet, ha mindenkinek szövetségeseket kell keresnie. Uh-huh. A kínaiak Artemis egyezményének megfelelő egyezményt egyelőre ténylegesen
csak Oroszország írta alá, Venezuela, amivel ugye nagyon nem lesznek azért a kínaiak kisegítve, illetve van egy ázsiai országok űrkutatási együttműködése nevű szervezet, amiről én életemben először pont ennek a szerződésnek az aláírása kapcsán hallottam, mert ők ezt aláírták. Nálam ez a szervezet még túl sok nyomot nem hagyott a fájlok között, meg az emlékeimben. Hát, ha majd most. Na jó. Hát akármennyire is sajnálatos, és akármennyire is rengeteg kivesézni való maradt még, de hát lejáróban van az adásidőnk, utolsó 10 másodpercemben pedig azt kell mondanom, hogy kedves hallgatók, ezt az adást meg a korábbiakat is vissza tudjátok hallgatni, egyrészt a Tilos Archívumban, másrészt van nekünk egy felületünk, amit a Parallaxis Univerzum nevű konglomerátumon belül lehet elérni, az a sokolebresto.hu, ott mindenféle platformon és formátumon el lehet érni a korábbi adásaink, ebresto.hu, ott mindenféle platformon és formátumon el lehet érni a korábbi adásainkat, és még hozzá is lehet olvasni kísérő cikket, és az űrvilág.hu nevű honlap, amit a Szentpéteri Lászlónak volt szerencséje annak idején alapító főszerkeszteni, szép magyar kifejezéssel érve, ott is olvassátok, mert egy kitűnő cikke jelent meg most, és ezt mindjárt mondd el nem, most. Nem is azt mondanám, hogy aki oda fölmegy, van egy keresőablak, és oda beírja, hogy mozaik, akkor minden hónapban van ázsiai mozaik, akit ez érdekel, és akkor ott lehet követni az ázsiai űrtevékenységnek az eseményeit és híreit. Így van. Na, hát ez fantasztikus. És hát akkor körülbelül még lesz egy szok, ha jól számolom, igen, még lesz egy szokorébresztő, még mielőtt az indiai holdszonda megpróbál leszállni a hold is, akár mindenképp érdekes dolgok váratok meg a nyáron. 2 hét múlva is lesz szokorébresztő. Most azonban a mai véget ért, úgyhogy pánikszerűen elhagyjuk a stúdiót. Köszönjük szépen a figyelmet, Szentpéteri Lászlónak a fantasztikus jelenlétet. Részemről megtiszteltetés. Hallgatók. Kellemes napot a hallgatóknak. Így van, és jó hetet is kívánunk. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész.